Az iszapból egy nagyon kemény rész van, kb. 5 méter, aztán itt a helyi horgászok meg a halőrök segítettek ebből, hogy valamikor egy kis vasút ment, és ezt megtaláltam, oda tettem egyébként 3 bóját, megpróbáltam annak az oldalait és a közepét horgászni, illetve van itt egy öböl mellettem balra. Ez adta egyébként eddig a legjobban a halat, ez az öblös rész, mert itt minden éjszaka 3 hal van, és szerencsére az első napon mondjuk 4 kilóval indultam, 5 kiló, aztán következően a 13-20, most éjszaka fogtam egy 12-50-es nyúlgát onnan, úgyhogy ez itt az a bal oldal, ez abszolút jó. Nem tudom miért, de a benti rész azt valamiért, azt gondolom, hogy talán ott jöhet meg a nagy, úgy éreztem, úgyhogy benne is hagytam 3 szereléket. Közben. És ezt hogy fogták ezt, mikor? Ezt hajnalban, közben itt a kapás. Úgyhogy ezt akkor... Ha akar valaki jöhet velem. Most mire szám? Igazából ezek azt gondolom, hogy ennek a desedának is tehát lesz jövője és van jövője, mert szerintem ebben biztos, hogy van 30 fölötti ponty, a 100%, és így ebben a lehetőséggel, hogy most már el lehet jönni ide bojrizni, szerintem mondjuk én itt elég sokszor meg fogok fordulni, mert Balaton után nem nagyon tudok más olyan vizet mondani, ami vadvíz és ennyire így van természetesek. Milyennek számít a mostani fogás, örül a szívetek? Igen, repes a szívünk, mikor ilyen halakat látunk a desedán, és el kell mondani, hogy ez tó rekord. Ekkora halat még nem mérlegeltünk és engedtünk vissza a desedában. Volt már 22 kg 70 dekás, szintén pikkelyes pontjunk, amit fogtak ettől a helytől 100 méterre, de ez azt jóval túlszárnyalja. Csodálatos érzés. Adódik a kérdés, miért a desedán? Régóta terveink között szerepelt, vagy terveim között az, hogy megpróbálom itt magamat a desedán. És örömmel vettem, hogy az idei évben lehetőség nyílt már erre, ezen a gyönyörű tavon, hogy most már éjszaka is lehet horgászni, illetve engedélyezett a bojris horgászmódszer. Úgyhogy nem is sokat tétlenkedtem, vártam, konkrétan a tavalyi év végén már foglaltam is helyet ide. Nagyon tetszett az, hogy az internetes honlapon a Maps-on keresztül látható, Google Maps-on keresztül a helyek kijelölve, néhány mondat leírva, tehát igazából ez volt a helynek a döntése, hogy miért is pont ezt a helyet válasszuk. Az információk alapján, amit ott találtam, úgy gondoltam, hogy ez a május eleje időszak, ez talán még nem zavar bele az ívás és a halak a mélyebb részben, a nagyobb testű halakat a mélyebb részben lehet majd megfogni. Tulajdonképpen ezért döntöttünk, a desedő mellett, illetve emellett a horgászhely mellett. Ez az első túrátok, akkor hogy telnek a napok? Így van, ez az első túránk itt a desedán. Gyakorlatilag aktív pihenéssel, tehát egyrészt a horgászat öröme mellett egy kicsit kipihenjük itt az elmúlt fél év fáradalmait. Nagyon szép halakat fogunk, azt hozzáteszem, körülbelül 15 darab pontyot fogtunk 3 napja, most vagyunk 3. napja itt egyébként lent, körülbelül 15 darab pontyot fogtunk, általában egyébként éjszaka van kapásunk, éjszaka fogunk halakat. Azt hozzá kell tennem, hogy független attól, hogy 3 kilós vagy akár 15 vagy 20 kg fölötti a ponty, mindegyik nagyon erős és nagyon szép halak, tehát abszolút hibátlan halak, és egyetlen egyen nem találkoztam még ez idáig, aminek korok ütöttesebb lenne a szájába, tehát egy igazi vadvízen tudunk most horgászni, és vadvízen tudjuk tesztelni a csaléjainkat. Beszélünk a halról, beszéljünk egy pár szót a tóról, és milyen benyomást tett rátok az eset a környezeten? Én mielőtt eljöttünk volna horgászni, előző héten lejöttem, és megnéztem ezt a részt, illetve megnéztem a úgymond a sekélyebb fönti részt is. Nekem nagyon tetszik. Tehát tetszik maga a környezet, kultúrát, ez a hely is igazából, amit itt foglalhatunk le, ez is egy kultúráltan kialakított hely, nincsenek szanaszét dobálva szemetek, flakonok, tehát abszolút jó benyomást tett rám. Illetve az itteni helyi horgászok is nagyon kedvesek, tehát megmondom őszintén, vannak olyan vizek, ahol azért az ember nem találkozik ilyen barátságos fogadtatással, ez itt abszolút pozitív, tehát semmilyen rossz és negatív benyomást nem tudok nektek mondani. Beszéljünk a halakról, milyen halakat sikerült fogni? Túlnyomó részt nyurga és tőpontyot fogtunk, 3 darab tükörpontyot sikerült fogni, amik igazából ilyen 4-5 kg súlyig voltak. Milyen méretűek ezek a halak? Első nap érdekes, mert az első nap én nem nagyon számítottam egyébként kapásra, akkor már 2 darab ilyen 4,5 és 5 és fél közötti pontyot fogtam, 2 tövest. Aztán a következő nap viszont már, tehát a következő éjszakán már egy 13 kg 20 dekás
tőpontot is sikerült fogni, illetve a mai napon fogtunk egy 12-50-es nyurgát és egy 23 kg 60 dekás nagyon szép tőpontot. Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy ma reggel csörgött a telefonom, hogy sikerült egy kapitális halat kifogni. Mesélj erről egy pár szót. Így van, még tegnap, amikor beszéltünk és eljöttetek fotózni, akkor kérdeztem tőled, hogy éjszaka is lehetett téged zargatni, hogy SMS-t írjunk viccből. Aztán itt van a Murphy, hajnalban hívtalak, hogy gyertek ki, mert sikerült egy igazán nagy testű halat fogni. Mikor volt a kapás? Már igencsak pirkadat, tehát ilyen fél hat magasságában történt a kapás, és nem az a úgymond nagy halas, lassan, komótosan elinduló kapás volt, hanem én inkább akár egy kisebb ponynak, vagy akár egy keszegnek tudtam be, mert egy picit ráhúzott a hal, egy-két kattintás az orsóról, aztán utána beejtett, és én azt is gondoltam, hogy ez valami kisebb hal lesz, ismételtem, mert egyébként erről a helyről kettő darab ilyen 2,5-3 kilós nyurgapontyot fogtam tegnap, tehát nem gondoltam, hogy ez a halpont ilyen kapás fog produkálni. Tulajdonképpen viszont a több onnantól a kapás után, amikor felvettem a kontaktust a hallal, akkor először gondoltam, hogy partról megpróbálom, mert hogy ugye nem nagy hal, ne kelljen rámenni, elég nagy szél volt reggel, de nem mozdult egyáltalán, úgyhogy elindultam a csónakkal, szépen fölértem a hal fölé, és hát ott már éreztem, hogy ez nem egy 6-8-10 kilós pont lesz, hanem bőven nagyobb, mert egy centimétert nem mozdult, körülbelül egy 20 percen keresztül lefölsétáltunk, illetve csónakáztunk itt a vizen, és akkor gyakorlatilag az első úgymond pipálására sikerült megmerítenem. Elég nagy volt a szél, tehát oda kellett arra figyeljem, hogyha föl fog jönni, akkor mindenképpen rá kell forduljak a hullámokkal, a csónakkal a hal felé, mert úgy tudom csak megszákolni ugye ilyen nagy szélben a halat, hát ez sikerült az elsőre, úgyhogy ott már, mikor benne volt a szákba, akkor nagy volt bennem az öröm, mert egy tédelgetett vágyam volt, hogy egy 15 kg fölötti halat fogjak innen a desedából, nem pont az első horgásztúrám alatt, de ha azért lehet, akkor aznak még jobban örültem volna, ez megjött. Én nem gondoltam egyébként, hogy ekkora lesz. Amikor kiemeltem, akkor tudatosultam, hogy a pocak az mekkora lefele, és hát nagyon kellemes meglepetés volt, és iszonyatosan boldog vagyok, mert ezen a vízen is sikerült bizonyítani azt, hogy egyrészt van ebben a tóban kapitális ponty, másrészt pedig, hogy képesek vagyunk arra, hogy itt kiülve jó taktikával megfogjuk ezeket a nagy halakat. Így van. Gondolom, egy kapitális hal kifogása az nem mindennapi felszereléssel történik. Beszéljünk a felszerelésről egy pár szót. Mivel sikerült, milyen felszereléssel megfogni hát ezt a halat? Ez így van, igen. Hát ugye mivel bojlis módszerrel horgászunk, ezért ugye adott egy bojlis bot. Én lágy botokat részesítem előibe, tehát egy 2,5 librás bojlis botokkal horgászom. Ez fárasztásban nagyon nagy élményt jelent. Tulajdonképpen az orsó és a zsinór kapacitás, nekem olyan orsóim vannak, amilyen 650 méter zsinór ráfér, tehát akár a Balatonon, akár nagyobb vizeken gond nélkül meg lehet húzni megfelelő távolságokat. Gyakorlatilag a módszer ugye bojlizással horgászunk, tehát bojlis készséggel, illetve bojlival. Az Imperial Baits bojlait használom, abban a csapatban vagyok teszthorgász. Igazából már bizonyítottak nekem, tehát az elmúlt évben is nagyon sok és szép halakat fogtam vele. Hát most ez itt sem volt másképp. Egy Monster Liver nevű májas és büdös bojli volt az, ami ezt a halat a horog végre csalta. Be tudnánk ezt mutatni? Természetesen. Itt van egyébként a kezemben, itt fogom ezt a bojlit. Ez gyakorlatilag egy ilyen 24 mm-es egyszem süllyedő bojli volt. Az az érdekessége, hogy van egy úgynevezett Karplak, Inel és Impé, amiből egy ilyen pasztát készítettem rá, illetve gyúrtam rá. Ez egy májas paszta, ez ebben a melegedő vízben kb. 5-6 órán keresztül fejti ki azt a csalogató hatását. Tehát amíg ez leoldódik, ez látszik is, hogy az egyik felén már le volt oldódva, a másik felén pedig még itt rajta van ez a paszta. Gyakorlatilag ami még nagyon fontos ugye a boiling kívül, illetve a boiling mellett a végszerelék, a megfelelő végszerelék. Mivel éreztem, hogy itt azért ezen a részen van egy-két helyen kisebb ilyen lágy homok, illetve tiszap, ezért én minden esetben hosszabb előkét szoktam használni, ez kb. 30-35 cm-es előke hossz jelent. A Kápras cégnek használom évek óta a horgait és az úgymond végszerelékeit, nekem ezek nagyon beváltak, abszolút jól tartanék, pedig hát látszik, láttuk a halnak a száját és a méreteit, és látjuk a horgot, ez egy 6-os méretű horog, iszonyatosan jól tartotta egyébként a kontaktust a hallal.
Tulajdonképpen a végszerelék az egy egyszerűnek mondható végszerelék egy sneggerrel. Itt, amit még itt variáltam, gyakorlatilag ez az egyszem süllyedő és egy úgynevezett hóember végszereléket alkalmaztam, avval a kettővel fogom egyébként a halakat. Az egyszem süllyedő és egyszem levegő bojli. Tehát ugye a süllyedő csali mellett alkalmazok egy levegő csalit, ami gyakorlatilag hóembernek hívnak. Ez nem tesz más, mint hogy a kettő bojlit egyszerre fűzöm így fel a horogra. Fölül van a pop-up, a lebegő, alul pedig a süllyedő, ez gyakorlatilag a vízben fölemeli a horgot, illetve kicsikét így föláll. Amikor a hal az etetésen fölszívja a csalikat, akkor ezzel a kikönnyítésnek köszönhetően ő az első, aki a szájába ír a horoggal együtt. És azért ezek a horgok, illetve ez a szerelék, ez megfelelő akadást biztosít. Ez amit én ezeken a vizeken is, illetve ezen a vizen is most, és más egyéb vizeken használok. Most látom, ilyen 19 és 21 fok között ingadozik most már a vízhőfok. Ebben az időszakban én abszolút már az úgymond büdösebb bojlikat részesítem előnyben. Ez a Monster Liver is egyébként egy ilyen büdös bojli. Igazából, hogyha 15 és mondjuk ilyen 18 fok között vagy hidegebb lenne a víz, akkor azt mondom, hogy az édesebb jellegű bojlik talán hatásosabbak lennének. Most viszont már csak ebben horgászom, nem is hoztam más fajtát, tehát igazából ez a két fajta bojli, nem szoktam sokféle bojlit vinni magammal, kettő félét, és azt használom. Júniusban megrendezésre került az első Imperial Bates kupa, ahol részt fogunk venni Karvas Gábor csapattársammal. Tulajdonképpen ugye teljesen más a két horgász szegmens, mert a versenyben az lesz a cél, hogy minél több értékelhető, tehát 5 kg fölötti halat fogjunk. Ott igazából nem úgymond a kapitális példányokra fogunk menni. Ebben a fajta horgászatban, ahogy most horgászom, itt igazából az a cél, hogy ha lehet, akkor egy vagy kettő vagy három halat, persze minél többet fogjunk, de minél nagyobb egyet számút. Ezért van például a nagyobb méretű bojli, ezért van például az, hogy hóember szerelékben horgászunk. A verseny egy picit más taktika lesz, tehát a verseny egy kicsit máshogy fogunk horgászni, ugye engedélyezve lesz a magos horgászat, tehát az amúrra akár, tehát ott mindenféle úgymond amúr és ponty bele fog számítani a versenyben, ott egy kicsit más taktikával fogunk majd indulni. Így van, ez a túrátok viszont a felkészülésről és a kapitális halak kifogásáról szól. Most nem csak az idei, hanem az abszolút legnagyobb halat is sikerült kifogni. Vajon visszatértek-e még hozzánk, hogy ismét kapitális halakra horgászhatok? Igen, sőt, függetlenül ettől a mostani gyönyörű reggeli fogásos, nagyon szép eredménytől, már a tegnapi napon jeleztük, hogy szeretnénk szeptemberben egy 10 napra ismételten ellátogatni ide hozzátok. Annyiban változott a felállás, hogy egy helyen arrébb foglaltuk a helyet, de hát most ennek a gyönyörű fogásnak és itt a halakat átgondolva ide szeretnénk majd visszatérni ugyanerre a helyre. Azt hiszem megoldható, hogy ezt a helyet lefoglaljuk nektek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen és gratulálunk ez a fogáshoz. Köszönöm szépen.